gyertek, érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, énekeljük el fennállva Isten dicsőségére és őt segítségül hívva a 42. Zsoltár első versét, mint a szép híves patakon a szarvas kívánkozik. Bátorsággal, hittel és reménységgel.
azért, amit adtál, és azért, amit adni fogsz. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, ennek a gyülekezetnek minden tagját, hogy együtt, egymással és veled közösségben, szeretetben és nyitott szívvel tudjunk figyelni arra az isteni ajándékra, amelyet ígédben adsz nékünk örökségül és feladatul. Kérünk, hallgass meg imádságunkat a mi Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjére készülvén énekeljük a 165. énekünk első versét. Itt van Isten köztünk, gyertek ők imádni. A szegedi Kis István gimnáziumi szakközépiskola megújulásának, renoválásának háladó ünnepén a tiszántúli református egyházkerület vezetősége és közössége nevében nagy szeretettel és őszinte tisztelettel, nagyra becsüléssel köszöntöm a mezőtúri református egyházközség
vezetőségét, lelkipásztorait, presbitériumát, a Szegedi Kis István Gimnázium és Szakközépiskola vezetőit, tanárait és diákjait, és mindazokat, akik eljöttek, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Isten adja, hogy az az áldás, amit elkészített nekünk, erre az órára és erre a napra megadassék mindnyájunknak. A reformáció emlék ünnepe előtt állunk, és ugyanakkor hálaadó ünnepet ülünk. Ez a két tényező határozza meg a mai ünnepségünket és a mai istentiszteletünket is. A reformáció azt jelentette, és azt jelenti szüntelenül, hogy vissza a forráshoz. Amikor egy elszennyeződött folyamból kívánunk inni, akkor visszarettenünk. De ha elmegyünk a forráshoz, akkor látjuk, hogy ennek a forrásnak a vize csodálatosan tiszta, amelyikből lehet meríteni, amelyikből föl lehet üdülni. És a forráshoz kell mérni mindig a folyamnak, a folyónak és a folyamnak a vizét. Így vagyunk az élettel is. Az élet tiszta forrásaihoz kell mérnünk önmagunkat. Később önmagunkat, az emberi történelmet, az egyház történelmét. Ahhoz a forráshoz, amelyik Istentől jön, Istenből ered, és ahhoz a forráshoz, akinek a neve Jézus Krisztus, aki azt mondotta, hogy aki én bennem hiszen, annak a belsejéből élő vizeknek folyamai ömlenek. Mi volt az a nagy fölismerés, amit a nagy forrásnak, az apostoli bizonyságtételnek, a prófétai bizonyságtételnek a fényében 477 évvel ezelőtt kezdődő reformációban, az utána következő évtizedekben reformátusok felismertek. Mindenek előtt felismerték azt, hogy akkor élünk és gondolkodunk helyesen, ha hitünk és életünk egyetlen mértéke az isteni kijelentés, a Szentírás. Ezen kell lemérni minden emberi hagyományt, amelyik a történelem folyamán rárakódott erre a forrásra. És ezen keresztül, ezáltal kell megtisztítani életünket és minden munkánkat, intézményeinket, gondolkodásunkat. De ez a forrás, ez a tiszta forrás, a Szentírás valakiről bizonyságot tesz, és ez Jézus Krisztus. Ő az igaz ember, a második Ádám, aki teremtetett igazságban és szentségben. Aki emberré lett értünk, aki olyan emberi testet hordozott, mint mi, aki úgy élt, mint mi, sőt, mindenekben megkísérthető volt, de nem követett el bűnt, isteni erejénél fogva. Vállalt, ami emberi sorsunkat magára vette bűneinket,
fölvitt a keresztre, ezáltal eltörölte és feltámadásának ereje által új életet hozott erre a világra, új életet adományoz nekünk. Ezért lehetséges lezárni mindig a múltat, egyénileg és közösségileg, és az ő feltámadásának erejével, amelyik Isten országának előlege, újat kezdeni. Ezért a reformáció második alaptétele egyedül Jézus Krisztus, minden dolog mértéke. A harmadik alaptétel egyedül kegyelemből és hit által. Óriási nagy dolog, hogy nekünk nem azzal kell tölteni életünket, hogy önmagunkat igazoljuk. Kegyetlen dolog az, ha az ember azt gondolja, hogy attól függ az életének az értelme, ha szüntelenül igazolja önmagát mások előtt. Isten igazol bennünket, létünket, szolgálatunkat, és ha szükséges, meg is igazít bennünket, ha vétkeink börtönébe kerülünk, akkor kinyitja a börtön ajtót, és azt mondja, hogy szabad vagy, és többé ne vétkezzél, ingyen kegyelemből életet és jövendőt adok neked. Mindig előttünk áll a szabadságnak ez a csodálatos útja, hogy lezárhatjuk a múltunkat, és újat kezdhetünk. Hit által. Mit jelent a hit? A hit az nem hiszékenység, hanem a hit, ahogy a zsidókhoz írt levél 11. része mondja csodálatos hasonlatokban. Hit pedig a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem a nem lévő dolgokból való meggyőződés, hanem a nem látott dolgokból való meggyőződés. Ami emberi szemünk, emberi gondolkodásunk dimenziói számára sok minden nem látható, főleg Isten dicsősége, aki hozzáférhetetlen dicsőségben és fényességben lakozik, akit élő ember nem láthat meg, de aki jelen van a világ mindenség csodáiban, és jelen van bennünk, testünknek a csodáiban, az életben, és azokban az útakban, ahogy vezeti a történelmet, és ahogy vezeti életünket, ahogy felállítja a jeleit az életünkben minden nap. A hit azt jelenti, hogy hinni az Isten valóságában, hinni az Isten akaratában, az Isten ígéreteiben elfogadni, és rálépni arra az útra, amelyet ő mutat nekünk. Ez egyedül hit által, ez a reformáció negyedik alaptétele. Az igaz ember hitből él. Itt nem egy olyan ember beszél, aki azt mondja, hogy nézzetek rám, én egy igaz ember vagyok, hanem azt mondja, hogy az az ember, akit az Isten megigazított, kiengedett bűnei börtönéből, kiengedett abból a beszűkülésből, amelybe jut az ember saját csüggedése, kétségbeesése, erőtlensége folytán, megnyitja az életnek, a történelemnek a tárhatait előtte. Ez az ember, akit az Isten így megszabadított és elszabadított, ez hitből él. És most, amikor a reformációért hálát adunk Istennek ezért a nagy ajándékáért, amely szüntelen táplál bennünket az íg és a Szentlélek tiszta erejével, ugyanakkor hálát adunk ezért a napért, de mindazért, ami
az elmúlt években történt a Mezőtúri Szegedi Kis István Gimnáziummal, szakiskolával és egyházunk iskoláival, visszanyert iskoláival, egyházunk megújulásával, azzal a új erővel, azért az új erővel, amit kaptunk, azokért az új távlatokért, amiket kaptunk. Legyen hála Istennek! Mindez a hitnek az eredménye. Hogy mennyire a hitnek az eredménye, mutatja az a történet, amit most el fogok mondani. 1987-ben történt, abban az évben, amikor egyházkerület bizalmából és Isten választásából, titokzatos küldetéséből egyházkerület püspökévé lettem. A Mezőtúri öreg diákoktól kaptam egy nagyon kemény levelet, amikor összegyűlt a képfolyamonként, aztán több ilyen kemény, keserű levelet, hogy tűrheti az egyház, hogy ez az iskolának az épület ilyen leromlottan áll. Hogy nem veszi kézbe. Megérthető ez az elkeseredés, és megérthető a kívánság is. Azonban a következőket válaszoltam. És miután ezeket a következőket válaszoltam, nem kaptam többé választ. Az egyház mi vagyunk. Az egyháznak annyi pénze van, amennyi az egyház tagjainak van. Ha az öreg diákok 60 millió forintot rendelkezésükre bocsátanak, akkor megvesszük ezt az épületet, és renoválni fogjuk. Ha pedig nincs 60 millió forintjuk, az akkori pénz értéke szerint 60 millióra lett volna szükség, akkor kérem, hogy higgyenek, reménykedjenek és imádkozzanak azért, hogy egyszer ezt az iskolát visszanyerjük, és lehetőségünk legyen arra, hogy megújítsuk. És az iskolát visszanyertük hitből. Nem erőszakból, hála legyen az Istennek. Hogy úgy omlott le egy világbirodalom, amely ezt akadályozta. Hogy nem volt háború, nem volt harmadik világháború, nem volt háború. És úgy változott meg minden ebben az országban, hogy szabaddá lett az út, bizonyos egyházi ingatlanok ítélet céljára, iskolai célokra, szeretett szolgálni célokra, szolgálni ingatlanok visszaadására. És ebben segítséget kaptunk. Hála legyen Istennek ezekért az eszközökért, akik segítettek ebben. Valóban, akik imádkoztak, hittek és reménykedtek, azokat igazolt az Isten, azoknak adott igazat. Ezért igaz az írás, hogy soha ne dobjátok el bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma vagyok. Mert békességes tűrése van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéreteket. Az Isten igaz az ő ígéretében, és meghallgatja az övének az imádságát. Viszont azt kívánja tőlünk, hogy még pillanatra sem mondjunk le őróla, a hitről, a bizodalomról, és nem mondjunk le önmagunkról,
mert amit az Isten végezhet el, azt mi nem végezhetjük el. Ő elvégezte, amit el kellett végeznie, amit ő elhatározott. Viszont amit nekünk kellett elvégezni, az a mi feladatunk volt. És hála legyen az Istennek, hogy adott Mezőtúron is és másutt is. Embereket, hívő férfiakat és nőket, ifjakat, adott lelki pásztorokat, tanárokat, akik nem mondtak le önmagukról, nem mondtak le az iskoláról, akik készek voltak vállalni azt a feladatot, hogy amit az Isten tárcán nyújtott, elfogadják. És bármilyen nagynak és lehetetlennek látszott is a feladat, hitben és reménységben elvállalják. És Isten megáldotta ezt a hitet és ezt a reménységet. Nagyon szép és nagyon megrendítő, amit az írás mond. Az igaz ember hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. A hit egyenlő a belső erővel, a helytállással. A meghátrálás egyenlő a pusztulással. A hit egyenlő a jövendővel. A meghátrálás egyenlő a megsemmisüléssel. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberé, mondja a Szentíró bizonyságtétele. Nem olyan emberről van itten szó, aki dagadó kebellel, dagadó izmokkal. A bodybuilding eredményeképpen kiáll és azt mondja, hogy nézzetek rá, én nem hátrálok meg. Hanem olyan emberről van szó, akinek az Isten hihetetlen belső erőt adott. Gondoljunk Pál apostolra, aki kistermető és beteg ember volt, sőt, írásaiból kitűnik, hogy egy olyan tövist adott Isten az ő testében, amely nem vett ki. Egész életében volt valami betegség, súlyos betegség, és mint valami fákja, hatalmas fákja járt, ment végig Ázsián és Európán. Ő nem volt a meghátrálásnak az ember, az apostolok sem, és az utódai sem. És a mártírok és vértanúk egyháza az első 300-ban van. És azután, mikor megnyílt a lehetőség az egyház szabadságára, akkor nem voltak a meghátrálás emberei azok, akik Európa népeit misszionálták. Sőt, nem voltak a meghátrálás emberei azok, akik elvitték az evangéliumot, az egész földkerekségre. Nem voltak a meghátrálás emberi azok, akik Koreában merték hirdetni vissza evangéliumot úgy, hogy néhány évtized alatt ott egy 10 milliós református egyháztán. Annak elismeréseképpen volt a református világszövetség kérdése. Szóval 89-ben, 989. És hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, annak az elismeréseképpen, amit a Magyarországi Református Egyház tett az elmúlt 4 esztendőben hitből, amikor újjászervezte iskolarendszerét,
amikor újján szervezte diakóniai szolgálatát, amikor újján szervezte hitoktatását. Egy ősi egyház megújult, megelevenedett. Ennek az elismeréseképpen jön hozzánk a Református Világszövetség. A református egyházak, mint egy 190 egyház, 80 milliós nagy családjának a küldöttei jönnek 97-ben Debrecenben. Azért, hogy itt mérjék fel azt, hogy mit tett Isten velünk, és hogyan kell tovább lépnünk a 21. században. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, ez nem emberi büszkeség, hanem háladás. Hogy Isten erőt adott nekünk arra, hogy ne mondjunk le önmagunkról soha. És az Isten erőt ad majd nektek is, ifjú testvéreink, arra, hogy ne mondjatok le önmagatokról. Bizony hányszor kell erőt nyerni, hogy ne legyünk a meghátrálás emberei. Bizonyára sokan vannak közületek, akik azt mondják néha, hogy nem bírom tovább. Akik sírva porulnak le egy könyvre, vagy egy leckére, mert úgy gondolják, hogy nem értik, és nem fogják megérteni soha. Isten erőt ad majd nektek nagyobb feladatokra is. Amikor kis diákként beléptem a Debreceni Kollégium kapuján 10 éves korban szakították el a diákokat az édesanyja szoknyája mellől. Úgy éreztem, hogy agyonnyom ez a hatalmas épület. És a hátam is borsódott attól, hogy valaha érettségizni kell. És nem gondoltam arra, és nem is mertem gondolni arra, hogy ez az érettségi egy kitűnő érettségi lesz. És nem gondolhattam arra, hogy a lelkipásztori diplomát is hasonlóképpen szerzem meg, sőt, külföldi egyetem doktorára, mint kegyelem. Közben felkészített az Isten. Mint hogy titeket föl fog készíteni a nagy feladatokra. Ígéretes, szép tehetségeket láttunk itt, amikor kamara zenekar játszott Beethoven 7. szimfóniájával a hősének. Ennek a lemezét úgy szokták kiadni, hogy Ádám és az Isten újja érintkezik. Ádám az ember, az Istentől nyeri az erőt a hősiességre, a kitartás, hogy ne hátráljon meg, hanem legyen bátor és erős, hogy ne mondjon le önmagáról, és nem mondjon le küldetéséről. Hála legyen az Istennek. Mindazért, ami mezőtúron történt az elmúlt években. Hála legyen a gyönyörű új iskoláért. Hála legyen a szellemi erőnek a belső növekedésért. Tanárok odaadásáért. Hála legyen azért, hogy a gyülekezet az iskola mellett állt, és az iskola mellett állhatott az egyházkerület, a zsinat és a kormány. Isten sokféleképpen gondoskodott rólatok, mert a hit nem szégyenül meg. Ezért arra kérlek benneteket, hogy legyetek továbbra is hívő és reménykedő emberek.
Lehet, hogy sok tűrésre van szükségetek, sok béketűrésre, sok türelemre, hogy még többre jussatok, ami hiányban kipótoljátok, hogy elnyerjétek az ígéreteket. De az, aki az ígéretettel jön, és nem késik. Ennek az iskolának a megléte, mindaz, ami itt történt közöttetek, és ami történt országunkban, adatokban, hatalmas jel. Arra nézve, hogy az Isten jön, és nem késik, hogy beteljesítse az ő ígéretét. Legyetek a reménység népe, és legyetek a hitnek a népe, és az Isten megerősít és megáld benneteket. Amen. Csendesedjünk el, helyünkben maradva. Mondjunk imádságot, háladással, bűnvallással és könyörgéssel. Mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által, magasztalunk téged, a te ígéd és szent lelked ajándékáért. Magasztalunk a Szentírás tiszta forrásáért, amelyből élő vizek fakadnak újra és újra, hogy megtisztítsák az Anya Szent Egyházat, és megtisztítsák mindazokat, akik a te gyermekeid, akik vágynak ezután, tisztaság után, akik vágynak az igaz élet után. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy Anya Szent Egyházat alapítottál ezen a földön, és idők kezdetétől az idők végéig ennek gyűjtött tagjai, és hisszük erősen, hogy mi ennek tagja vagyunk, és mindörökké azok maradunk. Áldunk téged a gyülekezetekért, áldunk téged a mezőtúri gyülekezetért, amelyet századokon át megőriztél, és megújítottál, és kész vagy újra és újra talpra állítani. Köszönjük, hogy ennek a gyülekezetnek, ennek a városnak körében felvirágoztatott újra ez az ős iskola, amelyben beleépült az ősöknek a hite, bizakodása, ereje és tudása. Áldunk téged a jelenért, a jelen nemzetékért. Köszönjük, hogy azokat, akiket helyükre rendeltél, hogy vezessék a gyülekezetet, ezt az iskolát. Azokat megáldottad hittel, reménységgel, erővel, hogy ne legyenek a meghátrálás emberei, hanem a hitei, hogy életet nyerjen ez az iskola. Urunk, hát a jóságod és hűséged láttán megvalljuk, hogy bizony mi kisebbek vagyunk minden jó téteményednél. Sokszor csüggedünk, és sokszor védkezünk a te akaratod ellen. Sokszor elhomályosulnak szemeink, és nem látjuk a te dicsőségedet. De köszönjük, hogy te nagyobb vagy a mi szívünknél, és a mi elmünknél, elménknél és minden gondolatunknál. Köszönjük, hogy a mi gondolataink nem a te gondolataink. Köszönjük, hogy a te békességed felülmúl minden emberi gondolatot és képzeletet.
amellyel meg tudsz bennünket áldani, amellyel hitet adni, amellyel közösségre vonsz magaddal. Uram, kérünk, áld meg ezt az iskolát, minden tanárát, minden növendékét. Az eljövendő időben is, és erősítsd meg, hogy a fiak méltó utódai legyenek nagy ősöknek. Uram, könyörgünk mindazokért, akik bármiképpen részt vettek az iskola helyreállításában és megújításában. A tervezőkért, a munkásokért, az adakozókért, és mindazok, akik szellemi és anyagi áldozatot hoztak az iskola megújításán. Te fizess meg nekik a te teljes gazdagságokból. Uram, könyörgünk, hogy továbbra is áld meg az iskolát szeretettel körülvevő gyülekezetet, Anyaszentegyházadat. Kérünk, áld meg erővel, képzelő erővel és szeretettel tanárokat. Áld meg szeretettel és engedelmességgel, tanulni vágyással diákokat, hogy együtt hittel és reménységgel tekintsenek a jövőbe. Erősen elhívén azt, hogy te hatalmas Isten vagy, aki szüntelenül jössz közénk, hogy megáld, megszentelj és megerősíts bennünket. Urunk, könyörgünk ezért a városért, ennek vezetőségért, minden polgáráért, adj virágzást ennek a városnak, és adj békességet. Kérünk hazánkért, adjad, hogy sok viszály után megfogyva bárta történet, éljen a nemzete hazán. Kérünk, hogy védj ki közülünk minden egyenetlenséget, minden haragot, minden gyűlölséget. Egyetértésre törekedve a haza javát szolgáljuk együtt, és így egymás szeretve megbecsülve a te dicsőségedet. Népünk vezetőjét is könyörgünk, adj nekik szeretetet, bölcsességet, hogy igazságban vezessék a mi népünket. Könyörgünk mindazokért, akik ebben az iskolában jártak, az iskola régi diákjaiért, akik szeretettel és veszik körül ezt az iskolát, akik készek áldozatot is hozni érte, bárhol vannak is a világon, kérünk, hogy áld meg őket gazdagon hűségükért, és legyen a te jutalmad ővelük. Kérünk, hogy áld meg a mi napunk hátra lévő részét, hogy örömben és békességben menjen végbe ez a nap, és háladással, hogy tudjunk örvendezni a te ajándékaidban, és tudjunk örvendezni a te ígéreteidben, és erősen higgyük reménységgel, hogy tiéd a jövendő, amelyet nekünk akarsz ajándékozni. Most pedig fönnállva mondjuk el együtt azt az imád, amely minden imád összefoglalása, amit Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Háladásról elfeledkezzenek. Tudván, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjon. Foglalja a helyét a gyülekezet, és dicsérjük Isten ének szóval, és kérjük a segítségét további útunkra. A 434. énekünk első és második versét énekeljük. Elolvasom ezt a két verset, hogy emlékezetünkbe idézzük. Vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelembe hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Adj erős szíved, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk, rögös bár útunk, hozzá így jutunk. 130. első és második versét énekeljük. Az előadás két nagy részből tevődik össze.
Fontosnak találom, hogy a reformációról átfogó értelemben is legyen szó, így az első nagy rész magával a reformációval foglalkozik, ezen belül pedig a reformáció előzményeivel, legfontosabb irányzataival, összpontosítva Luther Márton és Calvin János személyére, majd a kálvinizmusra. Az előadás második nagy része Calvin az iskolai neveléssel kapcsolatos tanítását, azaz Calvin valláspedagógiáját tárgyalja. A reformáció. A reformáció előzményei. Mi a reformáció? Miért volt szükség reformációra? Ezekre a kérdésekre többféle választ is lehet adni, és a feleleteket nagyban befolyásolja az a szempont, amelyből nézve a kérdéssel választ keresők a problémát figyeli. Magának a reformációnak örökösei közt még mindig az a felfogás az uralkodó, amely szerint a reformáció ősi, tiszta eredeti alakjába állította vissza a reformáció szó nyelvtani értelme szerint is a Krisztus egyházát. Mert az egyház a századok folyamán eltért az új szövetségben előírt, és az ős kereszténységben meg is valósult eszmény alapjától. Vezetői egyre több emberi toldással és változtatással távolították el ettől az eszménytől. Végre is szükségessé vált egy elkerülhetetlen megrázkódtatásokkal járó nagy visszaigazodás a bibliai egyház eszményhez, és ezt vitte végbe a reformáció. Más felfogás szerint a reformáció nem egyéb, mint annak az óriási szellemi mozgalomnak egyik mozzanata, mely az emberi ész középkori tekintélyi kötöttségéből való felszabadítására irányult. Ez a mozgalom a reneszánszal és a humanizmussal kezdődik, és viszonylagos nyugvópontra a felvilágosodásban, és még inkább a modern, úgynevezett természettudományos gondolkodásban él. Ennek a mozgalomnak egyik fontos láncszeme a reformáció. Van olyan felfogás is, mely a reformáció egész eszmevilágát pusztán ideológikus felépítménynek tartja, s valódi mozgató erejét gazdasági rúgókban látja, s irányát pedig a polgári fejlődés felé. Megint más felfogás vallásos köntösbe burkolt történelmi mozgalomnak. Mi hát a reformáció? Lázadás a feudalizmus ellen? Történelmi erők szükségszerű lecsapódása? Vagy éppen humanisztikus mozgalom? Nem feladatom, hogy ennek az előadásnak a keretében mindezekre a kérdésekre pontos választ keressek. Az viszont biztos, hogy a reformációban többféle tényező is szerepet kapott. Ezek bizonyára nem véletlenül következtek be. Nem a véletlenülve volt a történelmi, társadalmi átalakulás sem. Ezek keretei annak az egyházi és nép életben való romlásnak, mely a 15.-16. század fordulóján következik be. A pápaság ekkorig egyre inkább politikai jellegű intézmény lett. Hatalma igen jelentékeny részben ügyes és bonyolult pénzügyi műveleteket nyújtott. A papság soraiban egyre kevesebb lett a kizárólag szent hivatásának élő lelkiember. Nagy volt a hivatástól való eltávolodás, erkölcsi romlás. De azért az alsó papság és szerzetesség soraiban még most sem volt ritkaság a szent életű, nemes törekvésű, a maga üdvössége mellett a nép javán is fáradozó edény. Különösen az egyházi vallásosságnak alsóbb rendű formái virágzottak egészen a burjánzásig. Így az erekje kultusz, a csodaszomjazás és a búcsú. Ezt a legutóbbit, amely a meggyónt bűnök földi egyházi, majd tisztító tűzbeli büntetéseinek elengedésében állott, s utóbb nem csak élők, de holtak számára is pénzen volt megszerezhető, a vallásos köznép külön móhósággal keresztést gyakorolta. A pápai kúria pedig pénzügyi műveleteinek egyik legszilárdabb alapjává fejlesztette ki. De a magasabb rendű vallásos élet iránt sem voltak a lelkek e korban érzéketlenek. Szívesen hallgatták a prédikációt, és éppen nem volt ritkaság a már nemzeti nyelvekre is lefordított és kinyomtatott Bibliának az olvasása. A magasabb és tisztább szellemi életet élő körökben nagyon élénk volt a vágy az egyháznak fejében és tagjaiban való reformálása után. Ezek az első törekvések
nem új egyház megalapítására irányultak, csak a már meglévő szerettek volna javítani. Radikálisabb reformtörekvés volt a huszitizmusé, mely mozgalom azonban felőrlődött. A humanizmus szintén alapot nyújtott a reformáció számára. Már a nagy humanista, rotterdami Erasmus is azt hirdette, a keresztény életnek, az egyház életének is, az egyetlen mértéke és iránytűje lehet csupán az evangélium. A humanizmus nem ment túl azonban a puszta kritikán. Pozitív reform gondolatai alig vannak. A legmerészebb reformkövetelésekkel sincs ott a római katolikus egyháztól, és annak látható fejétől való elszakadás gondolata. A legforrongóbb lelkek vallásossága sem távolodik el a katolikus és római keresztény típus vallási törzs állagától. Kritizálni nagyon is hajlandunk, de újat adni a helyébe képtelenek. Ezt az újat hozta meg a reformáció. A reformáció irányai, Luther reformációja. Luther Mártont, az Erfurti Egyetem jogi fakultásának életvidám fiatal hallgatóját, a személyes üdvösségéért való aggódás és egy halálfélelmes órában ellenállhatatlan lelki kényszer alatt kiejtett fogadalom az ágostorrendi kolostorba vitte. A középkor és általában a római katolikus kegyesség ellipszishez hasonlítható, amelynek két gyújtópontjában a kegyelem és az érdem áll. A jó cselekedetek az üdvösségbe visznek, tanítja ez a felfogás. És különösképpen is sok érdemet lehet a szerzetesi életformával szerezni. De Luther ahelyett, hogy megnyugodna, egyre nyugtalanabb és aggódik üdvössége felől. 1511-től egyetemi tanár Wittenbergben szentírás magyarázatot tanít, de még ekkor sem nyugszik meg. Elmélyülten tanulmányozza Szent Ágoston és a Bibliát. Szentírás tanulmányozás közben világosodik meg előtte, hogy az örök élet, az üdvösség semmi módon és semmi formában ki nem érdemelhető, és nem lehet emberi erőfeszítésekkel sem megszerezni. Így lett vezérigényévé Luthernek az a bibliai mondat, amelynek alapgondolata később a reformáció egyik alaptétele is lett, az igaz ember hitből él. Amikor Luther e felismerés birtokába jutott, nem gondolt arra, hogy forradalmat vigyen népe, és nem is gondolt új egyház alapítására. Ő ragaszkodott egyházához, de rájött fogyatékosságaira. A római Szent Péter templom fölépítésére hirdetett, és Németországban tisztátalan főpapi pénzüzlettel is kapcsolatos búcsú, és különösen az a frivol mód, ahogyan azt egy Tetzel nevű dominikánus Wittenberg közelében árusítja, kikényszeríti azonban Lutherből a reformátort. Az 1517. év október havának 31. napján 95 tétel szögeztől a wittenbergi várteklon kapujára, ezen az akkor megszokott módon akarván elindítani egy még mindig csak az egyetemi teológusok szűk körében mozgó akadémikus vitatkozást a búcsú értékéről. Nem kívánt ő ezzel még akkor sem többet elérni, csak annyit, hogy a komoly lelkek figyelmét fölhívja a búcsúárosok üzelmeire. A tételek persze burkoltan az egész római katolikus üdtan elítélő bírálatát foglalták magukban. A tételek nagyon gyorsan bejárták az egész német birodalmat, és annak határain is túljutottak. Luther a látható egyház helyére odaállítja a Szentírást. Elve egyedül a hit igazít meg. A jó cselekedetek is fontosak, de csak abban az értelemben, hogy az igaz hitből fakadnak azok. Mint ahogy az Isten és ember szeretettől áthatott élet is, hiszen az igaz hitnek lehetetlen más gyümölcsöket teremnie, mint szakadatlan jó cselekvést. Külön áldozó papságra nincs szükség, hiszen az új szövetség szerint minden keresztény ember van. A mise áldozat helyébe a bibliai prédikáció lép, a szerzetesség elvetendő. Különleges értelemben szent emberek sincsenek sem a földön, sem a mennyországban. Minden keresztény ember szent, aki Istennek választotja. És akinek választott volt a által sugárzó földi életén, munkálkodásán. Istennek kedvesebb a kötelességét hittel, imádsággal, vidáman végző kis szolgálónál, mint a legjámborabb klastrom lakó. Az evangéliumi elveknek nem csak az egyházi,
hanem a nemzeti, állami, társadalmi életet is át kell hatnunk. Luther kiáltozta a pápa az egyháztól, ő azonban ünnepélyesen elégette a pápai bullát, és ezzel tudatosan felégette a tudat maga mögött. Wartburg várába menekült, ott készítette el az első teljes német biblia fordítást. A lutheri reformáció követői az úgynevezett luteránusok, azaz a mai evangélikusok. A lutheri irányzat kizárólagos hatásterülete ma a skandináv államok. Kálvin János. Nem sokkal a német reformáció kibontakozása után Svájc is a reformáció útjára lépett. A francia-svájci reformáció kezdetei szoros összefüggésben vannak azokkal a politikai ellentétekkel és küzdelmekkel, melyek a 16. század első felében Genf körül kialakultak és folytak. Genf polgári függetlenséget akar és politikai támaszt Bernben keresett, és 1531-ben magát függetlenítve csatlakozott az Argenossenschafthoz, a svájci kantonok szövetségéhez. A politikai helyzet változásából következett a vallási is. A reformáció iránt Genfben már csak a politikai függetlenség hangsúlyozása miatt is rokonszert támadt, és a reformációt előre mozdító, jeles személyiség Farel Vilmos nevét kell megemlítenünk. A politikai függetlenség azonban nem csak nagyobb szabadságot, de egyre inkább szabadosságot is vont maga után. Az erkölcsi züllöttség egyre kivívóbbá vált. A régi rendnek is számos híve volt még, készen minden pillanatban a küzdelemre. Genf már a káosz szélén állt, amikor Farel mellé munkatársul Kálvin János került. Kálvin 1590 született Noyonban, ahol apja a püspökség jogtanácsosa volt. A család előkelő összeköttetései döntő hatással voltak Kálvin egyébként is vele született arisztokratikus vonásainak kifejlődésére. Mármint gyermeki fiú 12 éves korában papi jövedelmet kapott tanítatásainak, költségeinek fedezésére. 14 éves korától Párizsban tanul, ahol nagy hatással van rá a humanizmus, és megtanul latinul és franciául. Apja először papnak szánja, és az ifjú Kálvin meg is akarja kezdeni tanulmányait a Sorbonnon, amikor apja összetűz a nagyon püspökkel és káptalannal, és a teológia helyett jogi tanulmányokra parancsolja a fiát. Apja halála után azonban visszatér a teológiai tanulmányokhoz. Párizsban kitűnő humanistává képzi ki magát. A reformátori szellem akkor még nem bontakozott ki benne. Hogy a hithez hogyan kerül közel, megtérése mikor történt, nem lehet tudni. Belső életében ritkán engedett betekintést, a figyelmet sohasem akarta maga magára felhívni. Bizonyos, hogy folytonos szentírás tanulmányozása vitte mind közelebb a megtéréshez, és az a tény, hogy legalábbis Párizsban már határozott evangéliumi irányú reformkörökkel került érintkezésbe. Az biztos, hogy Luther iratait is ismerte és tanulmányozta. 1533-ban már nyíltan az evangéliumi párthoz csatlakozik. 1535-ben nagyon heves üldözés tört ki a reformáció kövei ellen, Kálvin Bázelbe menekül. Itt írja meg az evangéliumi reformáció igazi lényegének megismertetésére első nagy és egyúttal fő életművét, az Institutio Religionis Christiani című művét, Tanítása keresztjén vallásra, melynek első kiadása 1536-ban jelent meg Bázelben. E kiadás 6 fejezet a következőket tartalmazza: első a törvény, második a hit, harmadik az imádság, negyedik a sákramentumok, ötödik a hamis sákramentumok, hatodik a keresztény szabadság, egyház, állam. 1536. júliusában Kálvin átutazik Genfbe. Nem is sejti akkor, hogy ez eldönti egész további életét. Farel Vilmos Genf reformátora prófétai erejű szavaival készteti Kálvint arra, hogy maradjon Genfben és vigye véghez a reformációt. Kálvin hatása hamarosan érezhetővé válik a városban. Szigorú hitvallás és erkölcsi fegyelem megállapítására törekszik. A szigorú következetességgel végrehajtott fegyelem azonban sokaknak nem tetszik, s Kálvinnak mennie kell Genfből.
Később mégis visszahívják, mert Genf közel áll a teljes társadalmi felforduláshoz. Calvin rendet tesz, a liturgiát szabályozza, az ifjúság oktatására katekizmus ír, új egyházi rendtartást is. Az egyház ügyeit szellemi és erkölcsi tekintetben egy konzisztórium vezeti, és ennek tagjai a város lelkipásztorai és 12 tisztáskorú férfiú, akiket a városi tanács választ. Az egyházi, a családi és szociális életet is szabályozta Calvin. Vezérlő gondolata az volt, hogy Isten választott népének, az egyháznak-e választott voltából, szakadatlan megszentelődéssel bizonyságot kell tennie, és pedig nem csak az egyéni, hanem a család és az egész közéletben is. A kálvinizmus. Calvin világtörténeti jelentősége nem csak abban áll, hogy az evangéliumi reformációt ő építette ki a bibliailag legtisztább és legkövetkezetesebb vallási és teológiai gondolatrendszerré, hanem abban is, hogy ezt a rendszer a való életben, gyakorlati alkalmazásban is kipróbálta és tűzállóvá tette. A calvini református teológia alapelvei megegyeznek más reformátori egyházak teológiájával. Ez a sola scriptura, egyedül az írás, a sola fide, egyedül hitáltal, és a sola grácia, egyedül kegyelemből hittételekben mutatkozik meg. Ezen kívül tipikusan calvini református tételek is vannak. A református reformáció hittételei, hitvallása a Heidelbergi Kártéban és a második helvét hitvallásban találhatóak. A református teológia a sola scriptura elvére épül. A hit és a keresztény élet kérdéseiben első és végső tekintélyként egyedül a Szentírást fogadja el. A református teológia trinitárius jellegű, azaz vallja a Szent Háromságot, az Atya, Fiú és Szentlélek egységét. A református teológia katolikus, azaz egyetemes jellegű is, egyrészt az egyetemes hitvallásokra épülő, így alapul veszi a níceai, konstantinápolyi, efézusi és kalcedóni hitvallásokat. Másrészt az egyetemesség azt is jelzi, hogy a teológia bár református jelzőt kapott, nem zárkózik el mások elől, hanem minden ember számára kész szolgálni. A református teológia krisztocentrikus teológia, a Solus Christus alapelvére épül. Isten és ember között egyedüli közben járó csak Krisztus, és Isten benne jelentette ki magát tökéletesen. A sola gratia, sola fide tételek jelzik, hogy üdvösség nem nyerhető másképp, mint hit által és az Isten kegyelme által. Soli Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség, az a hitel, hogy az ember Istentől várja és kéri a segítséget munkájához, fáradozásához, és hogy az ember az életét nem öncélúan éli. A református teológia predesztinációs teológia. De ez nem merev gondolkodásmódot jelent, hanem azt a hitet, hogy mindennek és mindenkinek megvan a helye az Isten tervében. Ez viszont nem zárja ki, hanem éppen, hogy nagyon is hangsúlyt helyez az ember felelősségére. A református teológia nem tétlenségre, hanem tevékenységre serkenti a hívő embert és a keresztény közösséget, az egyházat. A református teológia sajátos vonása a calvini úrvacsoratan, melynek központi gondolata az Unio Mystica cum Christo, a hívő az úrvacsorában a Szentlélek által magával Krisztussal egyesül, Krisztus váltsághalála és feltámadása javaiban és küldetésében részesül. A református teológia ökumenikus teológia. A trinitárius teológia összeköti a keleti ortodox és római katolikus egyházakkal. A reformáció egyházaival a sola scriptura és sola grácia bibliai tanítása. A református teológia a közép teológiája is. Alkalmas arra, hogy az ökumenikus összeköttetést, közvetítést vállalja. A történelmi egyházak és a szabad keresztény mozgalmak között is. Egyházunk az igazi ökumenikus egysége nem a szervezeti, hanem a keresztény, a szeretet és a közös szolgálat egységében gondolja el. A református teológiai gondolkodás nem állhat meg az egyház határainál. Ezt
szerint Isten adja az emberi közösségnek a művészeteket, a tudományt és a technikát. A keresztény ember az egyházban és egyházon kívül is Isten gondviselésének és szeretetének hatalma alatt él. A református teológia vallja, hogy Isten munkája az egyház határából nem ér véget. Calvin valláspedagógiája, Calvin tanítása az iskolai neveléssel kapcsolatban. Elhangzott már, hogy a református teológiai gondolkodás nem állhat meg az egyház határainál. Ez ellenben gondolkodott Calvin, amikor arról szólt, hogy a hitnek a családban, nagyobb közösségekben, társadalmi méretekben is meg kell nyilvánulnia. A nevelést át kell hatnia a hit szemléletnek. Nem véletlen, hogy Calvin a valláspedagógiát a családra, az iskolára, az egyházra és az államra nézve is kidolgozta. Ennek az előadásnak a keretén belül fordítsuk figyelmünket az iskolai vallásos nevelésre. Calvin tisztában volt azzal, hogy az iskola úgy vallásos, mint nemzeti szempontból megfizethetetlen áldást nyújt az emberiségnek. Ezért iskolát méghozzá kiváló iskolát szervezett Genfbe. Ez az iskola kollégiumból és akadémiából áll. A kollégium itt most nem diákotthon értelemmel rendő, hanem egy mai középiskolához hasonló intézmény volt. Az akadémia pedig nem más, mint a lelkészképzés célját szolgáló teológiai főiskola. A kollégiumban a 7. osztály volt a legalacsonyabb, és az első a legmagasabb. Szeretném néhány mondatban ismertetni Calvin kollégiumának életét, hiszen nagyon sok tanulságos és ma is időszerű dolgot tudhatunk meg abból. Calvin kollégiumában kifejezetten vallástanítási órák nem voltak. A hittan órákat helyettesítették a rendszeres imádkozások, a zsoltárénekek gyakorlása, az istentiszteletek kötelező látogatása, templomi katekizmus, egyes bibliai részeknek, az iskolai órákon való olvasása, ismertetése. Az imádkozások mellett a zsoltár éneklés tanulására és begyakorlására nagy gondot fordítottak Calvin kollégiumában, amennyiben minden hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken, télen és nyáron 11 órától délig zsoltárokat énekeltek és gyakoroltak a tanulók. Az Isten tiszteletre járás különösen fontos volt, minden tanulónak külön helye volt a templomban. Az úrvacsorát olyan komolyan vették, hogy a tanulók részére külön kis beszédet tartottak, előtte még az iskolában. A Genfi iskola kollégiumának tantestületét az igazgató és az osztálytanítók alkották. A Genfi iskola vallásos nevelésében bizonyos tekintetben a lelkészek is részt vettek. A kollégium osztálytanítóinak vallásos szempontból az volt a kötelességük, hogy a saját és tanítványainak hitéletének ápolása mellett hűséges tanítói szolgálatot végezzenek. Az istentiszteletek látogatásán kívül Calvin azt is megkívánta az osztálytanítóktól, hogy igaz keresztényi kölcsönös egyetértésben éljenek. Az egymás közötti testvéri békességes magatartás megkövetelése bizonyára áldott hatást gyakorolt az osztálytanítók lelki életére is. Az osztálytanítóknak tanítványaik hitéletét is ápolniuk kellett. A kollégiumi imádkozások és zsoltár éneklések vezetése, felügyelete ezt a célt szolgálta. Calvin a kollégium tanerőivel, hivatalba lépésük alkalmával a városi tanács előtt esküt tétetett le, hogy annál hívebben és nagyobb felelősséggel végezhessék munkájukat. Calvin többször odaállította a továbbképzést, önnevelést mindazok elé, akik szolgálatra hivattak el. Ezért a Genfi iskola tanerőitől is bizonyára nem csak tudást és hitet, de további önnevelést igényelt Calvin. Feltételezhető tehát, hogy Calvin nem elhústult és begyepesedett hitű, de munkás és Isten igéjéből szüntelenül táplálkozó vezetőket, nevelői személyiségeket akart látni az iskolában. Ami a kollégium növendékeit illeti, Calvin elsősorban is engedelmességet és keresztény magatartást követel. A templomban figyelmesen és tisztelettel kellett meghallgatniuk a prédikációkat. Az előírt iskolai imádságokat állítatosan kellett elimádkozniuk.
Kávin a lármát nem tudta, hol Lilinban. Játszani csak, bomlasztó védtelenség nélkül engedte a tanulókat, az ő szavaival élve. Továbbá őszintességet követelt a tanulótól. A hazugságot különösképpen is megbüntette. A keresztény életkövetés mellett szorgalmas tanulást várt a kollégium növendékeitől. Akik ezt teljesítették, azokat megjutalmaztak. A genfi iskola rendtartásában határozottan felfedezhető Kávinnak az a törekvése, hogy vallásos érzésű és munkás ifjúságot akar nevelni a kollégiumban. Kávin genfi kollégiumában a klasszikus nyelvek latin-görög tanítására akkora gondot fordított, hogy a kollégiumi oktatás jellegzetes célja határozottan a klasszikus műveltség megszerzésére irányult. Kávin, mint általában a reformáció emberei, a klasszikusok műveiben, mint kiváló alkotásokban, Isten kegyelmének ajándékát látta. A kollégiumi oktatása maga klasszicizmusával az akadémiára, a teológiára készítette elő a növendékeket. Ha a kollégium növendékei tovább nem tanultak, úgy művelt munkaerőket adott az államnak. Kávin az iskolai neveléssel kapcsolatosan a jövőbe is tekintett. Az ifjúságot a jövendő szempontjából jól és hűségesen kell tanítani. Kollégium alapítására azért van szükség, hogy az eljövendő idő számára olyan ivadékot nevelhessünk, hogy pusztuló egyház ne maradjon gyermekeinkre. Kávin végeredményben a kollégiumi oktatással és neveléssel az akadémiára való előkészítéstől eltekintve azt óhajtott elérni, hogy legyenek olyan tanult, jó és hasznos tudománnyal rendelkező, a Szentírást olvasni tudó, öntudatos keresztény hitű egyének, akik életüknek, munkájával Isten dicsőségét és fele barátaiknak javát szolgálhatják. A kollégium nevelésben nélkülözhetetlen erőforrásnak tartotta Kávin a Bibliát. Az institúcióban olvashatjuk. A Biblia lelkünkbe csepegtetés beleülteti az igazságosság szeretetét, amit bár természetünknél fogva nem nagyon óhajtunk követni, és emellett a Biblia szabály is a számunkra, amely az igazságosságra való igyekezetünkben megtévedni nem enged. A Biblia személye és történetei örökké való igazságokra és értékekre tanítják meg a növendékeket. Kávint különösen megragadta a Zsoltárok könyvének gondolatvilága, érzelmi sokoldalúsága. A Zsoltár énekeket nagyon fontosnak tartott a templomi és vallásos használatra. Azon a nézetem volt, hogy a Zsoltárokat anyanyelven kell énekelni. Kávin iskolai vallásos nevelésében a Zsoltár énekek tanítására is nagy hangsúlyt helyezett. Kávin, hogy eredményes lehessen az énektanításnak ez a munkája, külön énekmestereket vett fel a kollégiumba, hogy szakemberek tanítsák a Zsoltár éneklést és a hangjegyeket a tanulóknak. A szerdai és vasárnap Isten tiszteleteket pedig a kollégium növendékei a maguk éneklésével a felnőtteket, akik még járatlanok voltak a Zsoltár éneklésben, énekelni tanították. Kávin a kollégium nevelés, vallásos nevelés jellegzetes módszerének a fenyítést és a szeretetet tartotta. A kollégium tanítóinak kötelességévé tette, hogy mérsékelt komolyságot tanúsítsanak magatartásukban, hibák esetén pedig szeliden figyelmeztessék növendékeiket. Fontos volt az is, hogy a legjobb előmenetelű tanulókat megjutalmazták. Osztályonként a két legjobb tanulót pedig az évvégi templomi ünnepélyen nyilvánosan is megdicsérték. Kávin lényegesnek tartotta az egyházzal való szoros kapcsolatot is. Az Isten tiszteleteken a tanerők, a szülők és a tanulók együtt vettek részt. Kávin, aki nem csak tanítani akart az iskolában, hanem szószoros értelmében nevelni, Isten felé fordítani és meggazdagítani az ifjúság lelkét, érezte, hogy Isten megsegítő ereje nélkül a vallásos nevelés munkája sikeresen el nem végezhető. Mint ahogyan azt a Korintusbeliekhez írott első levél 3. részének 7. versében olvassuk, úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Eszerint a vallásos nevelés munkájának áldott eredményét, a hívő életet,
Isten kegyelméből, Szent Lelke által teremti meg. Összefoglalás. A reformáció és ezen belül is a kálvini irány olyan mélyreható változásokat adott, hogy a magyar református egyházban sokáig a legfontosabb fogalmak közé tartozott, de ma is a legfontosabbak közé tartozik, a templom és az iskola. Ma, amikor a református egyház egyre több ősi iskoláját kapja vissza, a református lelkület megvalósítására kell törekedni, ezért nem mindegy az, milyen a nevelés. A nevelés több, mint tanítás. A nevelés nem lehet világnézettől független, nem lehet semleges. A nevelő öntudattalanul, akarattalanul is átadja diákjainak saját hitét, meggyőződését. A református nevelőnek a református iskolában tudatosan kell nevelnie diákjait a református keresztény hitre. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy más felekezetű tanárok is tanítsanak az iskolában. A lelkiséget meghatározza a nevelő meggyőződése. Egy iskola arculatát meghatározza az ott tanító tanárok lelkisége. Református keresztény szellemiség ott valósulhat meg, ahol a nevelők felekezettől függetlenül együttesen törekszenek arra. Ezért mindenkinek ismernie kell a református keresztény hit alapelveit, és a református keresztény hitre való nevelés szintelein belül a diákokkal is meg kell ismertetni azokat. Először azonban azt kell világossá tenni a tanulók számára, mi a keresztény hit. A keresztény hit lényege, amit az apostoli hitvallás így mond ki: hiszek Istenben, aki Atya, Fiú és Szentlélek, vagyis hiszek a Szent Háromság egy, örök, igaz, élő Istenben. A 16. században készült, de ma is helytálló hitvallásunk, a heidelbergi KT világosan megfogalmazza, mi az igaz hit. Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mint az a szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjedt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelméből egyedül Jézus Krisztus érdeméért. A református keresztény megjelölés nem jelent elkülönülést másoktól, még kevésbé szembehelyezkedést másokkal, nem takar gőgöt sem, csupán arra utal, hogy ma is vállaljuk a Sola Scripturán kívül a Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide hitvallásokat is, melyeket a reformáció írt zászlajára. Valljuk azt, hogy Isten minket egyedül Jézus Krisztus kereszthaláláért mentett fel, a halálos ítélet alól, ezt semmivel sem tudjuk kiérdemelni, mert azt kegyelemből kaptuk ajándékként. A református jelző tehát megkülönböztet más felekezetektől, de nem elzárkózást fejez ki. A gyakorlatban ez azt jelenti, meg kell ismertetni a diákokkal a református keresztényük minden alaptételét, és arra buzdítani őket, hogy más felekezetű, más meggyőződésű embereket is toleráljanak. Afelé a hit felé kell terelgetni őket, amely vallja, egyedül isteni a dicsőség. Ez a hitvallás segít ahhoz, hogy életük ne öncélú élet legyen, mely saját magán kívül más értéket nem fogad el. Rá kell világítani, hogy örökkévaló és valódi értéket is léteznek, és az Istenben való hit vezet el az igazán tartalmas és értékes élethez. Ez az életfelfogás az orandó et laborandó, imádkozz és dolgozz őségi alapelvét valósítja meg. A református keresztény hitet vallók számára mindkettő egyaránt fontos, az ima és a munka is. Hiszen a református keresztények számára az Istenhez való imádság mindig erőért való fohász is a tevékenységhez, a munkához. A kettő egyaránt fontos, és a református iskolában mindkettőhöz maximális szintet kell biztosítani. Figyelembe kell venni a társadalom, a mindennapi élet szakadatlan változását. A mai világban, amikor az értékek devalválódása jellemző, a református iskola feladata az is, hogy igazi értékeket tudjon felmutatni, továbbadni a református keresztény hit által. Így van meg a lehetőség arra, hogy a református iskola szellemisége által felvetjük a harcot a felületes, gyakran csak a külső értékeket harcoló korszellem ellen. Így van meg a remény arra,
hogy belső értékekben gazdag, tevékeny és embertársaikkal törődő fiatalok kerüljenek ki az iskolapadokból, akik mind az egyháznak, mind a társadalomnak hasznos tagjai lehetnek. Köszönöm szépen!